Sziasztok! Ma egy érdekes témával jövök. Vagy nem is téma, hanem hát de téma végül is. Páran egyébként az élő videó után is megkérdeztétek, meg már amúgy hiszem, az, talán e-mailben is megkaptam, vagy így fölmerült már kérdésnek. Ez pedig nem más az, hogy hogy lehet valaki donor, csontvelő donor. Meg hogy mi is ez a csontvelő donorság egyébként, hogy miről szól, vagy hogy néz ki egyáltalán. Hát két nagy út van végül is, hogy lehetsz donor. Egyik az, hogy önként jelentkezel donornak, és akkor fölkerülsz egy listára, vagy alapból, mint nővérem is, hogy donorrá vált, hogy a családban van egy olyan beteg, akinek szüksége van csontvelő donorra, és akkor a családból lesz valaki donor, szintén önként egyébként. Ott így, csak ott úgy lehet egyébként így bekerülni ebbe az egész dologba, egész rendszerbe. Na, szóval akkor nézzük meg az önkénte, hát úgy önkénte családtagos rész. Az úgy néz ki, hogy amikor benn van a beteg, ez most lehet nem csak leukémia, hanem bármilyen immunhiányos betegség, amikor szükség van csontvelő donorra. Ott úgy nézett ki nővéremnek, hogy úgy lett donor, hogy első körben jól kiderült, tehát amikor én betegségénél rögtön tudták, hogy szükségem lesz majd donorra, hogy lesz majd transzplantációm, és akkor elkezdték vizsgálni a családtagokat nekem, ahogy mondtam is egy korábbi videóban, már nem sokszor elmondtam, nővéremet vizsgálták, és tartalékba anyukámat és apukámat vizsgálták meg. A vizsgálat az első körben úgy néz ki, hogy vesznek vért, és akkor megnézik, hogy mennyire egyezik a DNS-ünk is, meg a fehérjék, meg minden egyéb dolog mennyire egyezik. Hogyha ebből kijön az, hogy 50%-os egyezés már van az első körös vizsgálat után, akkor folytatják tovább a vizsgálatokat, ez úgy a vérvételekkel jár. Megy a vérvétel, vérvételezés, vizsgálják, ez több hétig is eltartó egyébként folyamat, majd ha megvan, hogy mennyire egyezik a donor a beteghez, akkor történik egy csontvelő mintavétel mellkasból a donornak is. Azt is megvizsgálják, hogy teljesen tuti jó-e, nincs-e valami olyan betegség, amiről nem tud minden, és akkor utána ő lesz a donor. Magáról, hogy hogyan veszik ki a sejteket, akkor azt majd utána elmesélem, hogy kinéz ez az egész dolog. A másik, hogyha valaki önként akar donor lenni, ha például önkéntes véradó vagy, akkor már lehet, hogy találkoztál ezzel a felhívással a véradó központokba, hogy lehet donornak jelentkezni. De aki egyáltalán nem véradó, ez úgy néz ki, hogy el kell menni egy véradó központba, nem az ilyen saját szervezésűekbe, hanem az állandó véradó központok, mint például itt Budapesten, a Karolina úton van a országos vérellátó központ a neve, de mindjárt nézem a pontos nevét, mert ez benne volt abba a posztba, szerintem. Amit kitettem még én a Facebook oldalra, igen, ott meg lehet nézni. Ide is be fogom tenni ugyanezt a leírást egyébként. Rá lehet klikkelni, egyébként a tegyünkaleukemia.hu oldalon érhető el egyébként ez a leírás. És ott el lehet egyébként olvasni, csak így lehet, hogy egyszerű. Igen, az OVS, Országos Vérző Szolgálat szerintem az OVS-nek a rövidítése. És akkor nekik van egy, megvannak a állandó véradóközpontok, oda kell elmenni, és vért adni, ez így indul az egész dolog. Ott véradásnál jelezni kell, hogy te szeretnél csontvelő donor lenni, ott alá kell írni egy nyilatkozatot, első körben ennyi történik. Megvolt a véradás minden, majd rá 50 napra ugyanúgy vissza kell menni ebbe a véradóközpontba, és újra nyilatkozni kell, hogy továbbra is szeretnél részt venni ebben a dologban, és akkor bekerülsz, ha a véred alapján nincs betegséged, nincs olyan probléma, akkor bekerülsz egy nemzetközi donorlistára. Azért nemzetközi donorlistára, mert van egy ilyen egyezmény, ami ez így működik, hogy egy nemzetközi donorlista jön létre, azon egyébként én is szerepeltem, mint paciens egyébként, hogy nekem is kerestek nemzetközi donort, több olyan
ismerősöm, vagy olyan ember, aki leukémiával küzdött, hogy nem családtagból volt donorja, hanem például egy külföldi donorja volt, Lengyelországból, Németországból, Angliából, hát össze-vissza a világból lehet donorod, és lehet, hogy te is egy, nem tudom, egy japán kórházba benfekvő embernek leszel a donora, mert nektek van olyan egyezésetek, amivel lehet te a donora, de lehet magyar is, hát akinek szüksége van rá, és az egyezésetek megengedi azt, hogy segíts rajta. Na, és akkor hát ez az egyik, ez a két módja van, hogy donorra válhassál, hogy felkerülj erre a listára. Na, és ha eljön az idő, amikor szükség is van rád, mint donorra, akkor az úgy néz ki, hogy először is megkeresnek, hogy akkor továbbiakban is részt vennél-e ebbe a dologba. Hogyha úgy nyilatkozol, hogy igen, akkor ez úgy néz ki, hogy nincs műtét, meg ilyesmi, egyébként ezt tényleg tisztázzuk is, hogy a csontvelő donor az nem azt jelenti, hogy valakit megműtenek, kiszívják a csontjából a csontvelőt, utána megfogják a beteget és beleszúrják a csontjába és beleadják a csontvelőt, ez nem így működik. Ezt nekem is csomóan írták, vagy inkább így kommenteltek, hogy sikerült a műtétem, meg ilyenek. Nincs műtét. Ez periférián keresztül történő dolog. Meg nem is csontvelőt ad le a donor, szóval ilyen tévesebb kifejezés a csontvelő donor, mert nem csontvelőt ad konkrétan a donor, hanem őssejteket ad a donor a betegnek, és akkor azt beadják a betegnek, és akkor, ahogy a kórházba fogalmaztak, amikor rákérdeztem, hogy ez oké, de hogy lesz ebből csontvelő, és akkor azt mondja, hogy ez a természetnek egyébként ilyen nagy titka, hogy ezek az őssejtek tudják, hogy hova kell menniük, és beépülnek a csontba, és csontvelő sejtek kialakulnak, és csontvelő lesz belőlük. És akkor elindul a vérképzés, meg a többi dolog. Szóval ez így néz ki. Ami nagyon fontos, hogy ezt úgy veszik ki a donorokból, igen, alapvetőleg ez veszélyel a donorra, nem nincsen szövődményeket, nem okoz, kellemetlen az elején egy kicsit, valakinek mondjuk nem, de egyébként semmivel nem jár a donor számára. Se fájdalommal, se semmivel. Hát egy kis táppénzre kell menni, például nővérem is olyan 2 hétig volt táppénzen, a donor a ősejtek leadása előtt 1 hétig, és utána 1 hétig volt körülbelül táppénzen. Amiatt is volt szükség előtte, hogy ne betegedjen meg lehetőleg, és akkor ne legyen ebből probléma, hogy amiatt nem bírjon sejteket. A másik pedig az, hogy a donor a leadás előtt 1 hétig, most ha jól emlékszem, napi 2-szer, de van akinek napi 3-szor, injekcióznia kell magát, vagy bejár a kórházba és injekciózzák, van valótom olyanról is, hogy van nővérem az saját magát injekciózt, ez egy bőr alá beadandó injekció, egy sejserkentő injekció, ugyanúgy kell beadni, ugyanolyan tűvelékként, meg fecskendővel, mint a cukorbetegek is oltják magukat egyébként, össze kell fogni a bőrt, be kell szúrni, nagyon pici tű, nagyon vékony, be kell szúrni, be kell szép lassan nyomni, és magától visszahúzza a tűt. A fecskendő. Szóval nem, az se jár fájdalommal, hogyha valaki nem beleböki magába és elkezdi egy másodperc alatt betolni ezt a minimális cuccot, akkor egyébként konkrétan nullát érez belőle az ember. Én nekem például, nekem is én is kaptam, mikor a apláziás időszakból sejserkentő inakciókat, 2-3 héten keresztül a másodiknál például, az elsőnél párszor kaptam, a harmadik ciklusomnál is egy hétig kaptam. Most nem akarok hazudni. 7-ig körülbelül, igen, másfél hét, hogyha volt. Én például váltogattam, hogy melyik válba szúrtak, meg hasba kértem sokszor. Egyébként ennyi. Maximum be tud kékülni a helyet, hogyha véletlenül hajszálát valaki eltalál. Na mindegy, injekciózza magát ezzel az injekcióval. Ezzel az történik, hogy a csontvelőbe elkezd túltermelődni, úgymondva, vagy így leegyszerűsítve az őssejtek, és a perifériára távoznak ezek az őssejtek, magyarán a véráramba felgyülemlenek ezek a őssejtek. Ez az injekciózás járhat olyan dolgokkal, hogy például medence csontfájással, combcsontfájással, a legnagyobb vérképző szerveinknél csontfájdalmat tud okozni. Nővéremnél aztán volt medence fájdalom, ha jól emlékszem, mert talán a vállafájt. Tehát vedd be rá egy fájdalomcsillapítót, az ennyi. De olyanról is hallottam,
egy ismeretségi körbe, hogy nem érzett semmit. Szóval beadta magának ennyi, nem volt neki vele semmilyen mellékhatása, mert talán láz lehet egyes embereknél, de mondjuk azt nem is hallottam senkitől. Ennyi nagyjából, ami tud okozni az injekciózás. Egy hétig történik az injekciózás. Meg volt az egy hét, akkor be kell menni a kórházba az előző nap, még mielőtt levennék az őssejteket, ott vesz egy vérvétel, ott megnézik, hogy elég sejt van a szervezetben, hogyha igen, akkor másnap kell visszamenni csak, hogyha esetleg kevesebb van, akkor a nővérenek mondták, hogy benne kell maradni aznap éjszaka, mert akkor éjfélkor adnak egy nagyobb dózist, hogy akkor reggelre biztosan legyen elég őssejt. Nővérem ilyen nem volt, nem kellett mennie, nem kellett benne maradnia, és akkor másnap, a utolsó, a hét nap letelte után történik a levétel. Ezt úgy végzik el, hogy bent a hematológiai központban, a ferezízis központban, egyébként rengeteg fajta, ez a ferezízis eljárás például nekem is volt, akkor épp nem az ősejteket választották ki a véremből, hanem plazma cserén volt, a plazmát vették ki, de van, akinek sejtet vesznek le, van, akinek nem tudom, tehát mindent, hogy ki lehet venni a vérből, kivesznek és pótolják mással. Ennél az esetnél például a nővéremnek a ősejteket vették ki a véréből, ez úgy néz ki, hogy van egy gép, hát most így a tévében, amit lehet látni, ahhoz nagyon hasonló, amikor ilyen dialízis, meg ilyen gépeket mutogattak filmekben, ahhoz nagyon hasonló, de nem az. Az egy más szerelékkel működik, de egyébként nagyon hasonló ahhoz, az elve ugyanaz, egyik kézen veszik ki a vért, másik kézen adják vissza a vért a donornak, bemegy ebbe a gépbe a vér, nagyjából 2-4 óráig terjedő időszak ez a idő, míg ezt csinálják, igen, általában 3 óra alatt ez megvan, akkor egész vért átforgatják ezen a gépen, és kiszedi ez a gép a felesleges, a donor számára feleslegesen túltermelt őssejteket, és ezt kiválasztják egy kis zacsiba. Nővéremnek aztán most, ha jól emlékszem, 100 milli, igen, egy teszit kaptam. De most a papírról meg tudom nézni, tök mindegy ilyen szempontból, 100 milli őssejtet vettek ki így a véréből, hiszen 2 óra alatt végzett. Ez idő alatt valaki zenét hallgat, filmet néz, alszik. Én például, mikor nekem volt a plazma cserém, akkor jó, nekem centrálvénából csinálták, nekem egyszerű volt, szabadabbak volt a kezeim, én például a laptopon játszottam, filmet néztem, telefonon zenét hallgattam, nekem annyi volt, hogy több ideig tartott ez. A plazma cserém nem 2-3 óra alatt vége, volt, mikor 3 óra alatt végeztem, de volt olyan nap, amikor 8 órán keresztül benn voltam, és csak voltak, mert állandóan, hogy mozogtam, akkor épp leállt a gép, ilyen előfordulat, mert a biztonsági okokból az úgy működik, hogy óvatosan, vagy hogy mondjam, hogy ez nem fog kárt okozni az emberbe a gép se egyáltalán, nem okoz ez se problémát. Leveszik az őssejteket, és utána megkapja, még azt vizsgálgatják, és végül is azt így, majd, hogy nem nyersen, megkapja a beteg ezeket az őssejteket. Szintén vénán keresztül, nekem egy centrál vénán keresztül, infúzióval adják be. Szóval nincs műtét vagy ilyesmi, se a donornál, se a páciensnél, ezt így adják be. Utána jönnek az infúziók, amik segítenek a beépülésbe az őssejteknek. Szóval így néz ki egy őssejt leadás. És ami fontos ezzel, hogy ez azért van szükség minél több donorra, mert ez az egyezés a külső donoroknál azért nehéz megtalálni. Meg sokszor van olyan, hogy amik ezt így a orvosaim mesélték oda, hogy kérdezgettem, amikor kérdőjel volt, hogy nővérem lesz a donor, akkor kérdezem a nemzetközi donorral kapcsolatosan az információkat, ők is elmondták, hogy lehet, hogy a világon van 5-6 donorom is, és mondjuk meg is találják őket, de lehet, hogy az 5-6-ból mind az 5 azt mondja, hogy ők mégse szeretnének, mert akkor nem tudom, egyetemisták voltak, mikor csinálták, mikor jelentkeztek donornak, most már nem tudom, nem szeretnének donorok lenni. És akkor bukta az ember ilyen szempontból. Én azért javaslom, hogy azok legyenek donorok, akik tényleg segíteni akarnak, vagy szeretnének így jelentkezni. Egyébként nem sok mindennek kell megfelelni. Hasonló, mint a véradásnál, van egy korhatár. Véradásnál aztán 18-tól 65 éves korig lehet vért adni, vagy 60 éves korig. A őssejt vagy csontvelő donornál pedig 18 és 45 éves korig kell lenni. Minimum 50 kiló fölött kell lenni, de ez véradásnál is így van. Bele kell egyezni, hogy részt vesz ebbe a programba, egészségesnek kell lenni. Egyébként ez is azért is jó például, ez a csontvelő donor, mint a rendszeres véradó, aki véradó, az tudja, hogy azt hiszem
sem akarok megint vérvét, nem hiszem, 3 hónapot lehet menni vért adni, akkor tudja, hogy mindig van egy vérvétele, kvázi, és ha odaadják valakinek azt a vért, hogy megnyúlva az esemény, az azt jelenti, hogy rendben van a vére. Szóval nincsen gond. Ugyanúgy a csontvelőn is, hogyha leveszik a csontvelőt és megvizsgálják, rengeteg betegséget ki tudnak belőle szűrni, és nem fájdalmas. Szóval most erről is volt már beszélgetés, nem tudom, megosztanak a vélemények, nekem túlnyomó törzségben, akikkel beszélgettem csontvelő mintavételnél, nem mondták, hogy fáj. De van mondjuk 10-ből 2 meg elmondták, hogy piszkosul fájt nekik. Van így. Nem tudok ezzel erre mit mondani, van így, nekem se fájt. Vagy nem fájt, de mondjuk a csípőből fájt a csont részén, amiből vettek. De ez a donoroknak nincs ilyen. Donoroknak mellkasból, ebből a tök vékony bőrt átszúrják, a tök vékony csontból leszívnak egy kicsit megvizsgálni. 1 perc az egész. És semmi. Adnak lidokaint, semmi. Sőt, hogy hallom, egy csomó helyen altatással csinálják, csak itt a Szent Lászlóba. Itt jó, betegeknél nem csinálták úgy a medencéből, de valahol altatással csinálják. Szóval akkor meg végképp van egy 5 perces alvás az embernek, és totálisan nem ére semmi. Szóval még az a része is, amikor csak egyszer csinálnak meg, nem okoz fájdalmat. Az injekciózás, aki fél a tűtől, annak kellemetlen, de beadja magának, vagy beadatja magának, nem okoz problémát. Egy kicsi csontfájdalom, de szerintem én úgy gondolom, hogy aki már odáig eljut magába, hogy szeretne donor lenni, az nem ezt fogja elrettenteni szerintem, hogy most injekció, ha véletlenül úgy alakul, nem véletlenül úgy alakul, szerencsés esetben én úgy gondolom, hogy lehet donor, és tud is egy embernek az életén segíteni. Nem hiszem, hogy a pár tűzszúrás fogja megakadályozni benne, hogy donorjá váljon. És igen, ezzel konkrét életeket ment az ember. Úgy, mint véradásnál is egyébként, de a csontvelő donornál ott konkrétan halálos betegeket gyógyítasz meg a saját ősejtjeiddel. Szerintem ez egy tök jó dolog. Szóval ez egy nagyon jó dolog. És onnan, aki szeretne, az jelentkezik. Nem akarok senkit rábeszélni, mert annak semmi értelme szerintem, hogy valaki rájára szokják. Ha valaki szeretne, akkor ez a módja. Be fogom ide tenni a leírásba egyébként ezt a linket, ahol el lehet olvasni. Van egy RTL klubos videó is föltéve, amit a alapítvánnyal készítettek. Ott is elmagyarázzák, hogy miért fontos ez. Csak egy csomóan kérdezik, mondom, akkor én is akkor gyorsan elmondom, ha valakit érdekel a dolog. Én javaslom teljes mértékig, szóval ez egy fontos dolog, jó teszik vele az ember, a te egészségednek is úgymond jó, meg kiderülhet esetleg, ha van probléma, akkor tudnak rálépni, de többsége derül ki, hogy tök egészséges az ember, és ez tök jó, tudod magadról. És ennyi. Szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatosan elmondani, hiszen elmondtam mindent, ha esetleg van még kérdés, akkor küldjétek el, megnézem, de egyébként szintén nagyjából ennyi. De a leírásra mondom, lerakom ezt a dolgot. Én például, ha most így könnyű mákem is akarodni, hogy most tehetném, akkor én is lennék donor. Amikor én sajnos se véradó nem lehetek, se donor most már. De például a betegségemet én sem hallottam ilyenekről, szóval neki is mondta volna valaki, hogy csontvelő donor. Például a legjobb példa erre, ami szerintem a legjobb elvetni az embereket. Nem fogom ezt szerintem megtalálni ezt a résztet. Az egyik Dr. House-os rész volt még, nagyon rész, még otthon laktam, szóval akkor ment a Dr. House, vagy 10 éve, nem? Na mindegy, tudom, hogy nagyon régen volt, abban volt benne, hiszen pont egy leukémiás srác, de mindegy, és így visszagondolom, hogy ott hogy mutatták be ezt a dolgot, de totálisan másképp néz ki. Mindegy, ott az volt a lényege, hogy az ikertestvére volt a donor, de hogy nem lehetett talán altatni, vagy én is tudom mi volt, és konkrétan egy ilyen, hát nem akarok, hogy ilyen újnyi vastag tűvel a combcsontjával érzéslenítő nélkül vágták bele a csontot a fekete doki, és szívta ki a csontjából ilyen liter számra a csontvelőt. Ez volt benne abban a részben. Mondom, és ha valaki ezt látja, persze, vagy a tévében ezt látja, azt hiszi, hogy így néz ki, de köze nincsen hozzá, szóval javaslom egyébként sok egyéb dologgal kapcsolatos, hogy a tévében lát az ember, az nagy részében nem igaz, egyébként ez igaz a filmekre, a médiára, híradókra, meg a többi részre, most ebben nem megyek bele, mert Hanyi is megkért, hogy egy dologról ne osszam meg a saját véleményemet, hogy néz ki, meg nagyon megoszta az embereket, az inkább abból kimaradok, de egyébként nem néz ki találni, miről van meg egyébként a véleményem, ami is épp Magyarországon zajló
egészségügyi dolgokkal kapcsolatosan. Na, de mindegy, nem is arról van most szó. A lényeg az, hogy így lesz donor, nem kell tőle parázni, és tényleg az menjen donornak, aki ha rákerül a sor, hogy donor legyen, akkor is vállalja be, hogy ő donor, mert egy ember elismeri meg. Nincs annál szerintem rosszabb egy paciensnél, hogy bent fekszik, szólnak neki, hogy van donora, el is vállalja, és idő és közben lemondja, hogy ő mégsem megél. Ez egy halálos ítélet lehet számára. Szóval se a donornak nem jó, se a betegnek nem jó, lelkileg szerintem a dolog. Az ilyen donor, aki tényleg szeretne donor lenni és segíteni szeretne emberekem. Jó. Hát ennyi. Volt ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha továbbiak is érdekelnek ilyen jellegű dolgok, iratkozzatok föl, iratkozz fel. Bent a leírásra megvan a Facebook oldal, és egyébként egy-két információ még van, de ez a link is megtalálható egyébként, amit ide is berakok majd most. És ennyi. Már nem, mert majd fog készülni egy videó, de azt majd holnap premierbe fogjuk közösen megnézni. Folytatom a ismerjük meg egymást részeket, most egy új lányzóval ismerkedhetünk meg az ő történetével, aki egyébként ilyen szempontból különleges lesz, mert nem csak a leukémiáról szeretnek, hanem más betegségeket is, más ritka és nagyon olyan betegség, amit nem sokat tudunk, szeretnék bemutatni az ő története alapján. Jó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Két szót ismerek mindig és soha, küzdeni mindig, feladni soha. Sziasztok!